A mai este első előadója dr. Harangozó Judit, pszichiáter szakorvos, az Ébredések Alapítvány vezetője, aki valahogy mindig szeretett mindent máshogy csinálni az életében, mint mások, egy igazi lázadó, aki a pszichiátriában találta meg mindazt, ami az orvostudomány devianciája, és azóta praxisában arra törekszik, hogy megmutassa, lehet más a pszichiátria. Hogy miben különbözik az általa vezetett Józsefvárosi Kálvária téren található nappali, ambuláns és közösségi ellátást nyújtó pszichiátria, az a következő pillanatokban a számunkra is ki fog derülni. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel a színpadon Harangozó Juditot. Köszönöm a felvezetést, és azt hiszem ez az első ábra is arra utal, amit hallottunk, hogy a másképp gondolkodó vagyok én, de igazából elgondolkodtam ezen, és én úgy gondolom, hogy ez az ábra nekem inkább arról szól, hogy ennek az útnak a bal oldalán haladó tömeg, és a jobb oldalán az egy ember, körülbelül ennyi esélye van valakinek arra Magyarországon, hogy korszerű, jó pszichiátriai és pszichoszociális ellátást kapjon, hogyha mentális problémája van. És én a magam szerepét inkább ott emelném ki, hogy ezen szerintem minden segítő elgondolkodik, hogy hogyan tudná az ő segítő munkáját hatékonyabbá tenni, és több emberhez eljuttatni. És ha ezen elgondolkodik az ember, akkor jobb, ha szembenéz azzal, hogy mik ennek a helyzetnek az okai. A második kép az meg hát arra utal, hogyha szembenézünk ezzel, akkor nagyon sok zavaró körülményt látunk, ha megpróbáljuk meghatározni és megérteni, hogy tulajdonképpen mi a pszichiátria, és onnan milyen nézőpontból kiindulva lehet meghatározni, vagy inkább azt mondanám, hogy újra meghatározni a pszichiátria helyét. És hát ma ezekkel a nézőpontokkal és gondolatokkal szeretnék foglalkozni. Mindjárt, hogy induljunk is el, sok kritikát fogok mondani a pszichiátriáról, és könnyen áteshetünk a lónak arra a túlsó oldalára, amikor azt mondjuk, hogy hát ezt úgy, ahogy van, be kéne szüntetni, és meg kéne szüntetni, de akkor fontos azért visszamenni oda, hogy még mielőtt volt pszichiátria, még mielőtt volt pszichológia, az olyan közösségekben, amikre nem mondhatjuk, hogy urbanizáltak, és mindenféle toxikus civilizációs ártalmakkal rendelkeznek, hogy akkor is voltak, és vannak mentális zavarok, mentális betegségek, amikre szörnyűséges társadalmi válaszok születtek a történelem folyamán. Ez egy olyan kép, ami egy közelmúltban Afrikában készült, ahol egy ilyen törzsi kultúrában is hát előfordul, hogy az, aki hát megzakkan, mondjuk így, vagy bekattam, hát hogy azt valahogy így tudják kezelni, és hát pedig itt mindenki ott van, van törzsi gyógyító, van család, mindenki segít, de ez mégse tudja azért megoldani a problémát, és akkor azért gondoljunk arra, hogy a modern orvosi pszichológia, pszichológiai, szociális, szociológiai technikák, módszerek, megközelítések azért nagyon sokat tudnak enyhíteni ezeken a szörnyű helyzeteken. Hogy ezt ne felejtsük el, mert ha elfelejtjük, akkor azért kiöntjük a gyereket a fürdővízzel. De hát ez a kép sajnos azért tovább vezet oda, hogy bár annak örülni kell, hogy ezeknek a pszichodevianciáknak a kezelése a történelem folyamán ugye az orvoslás körébe került, mert azért ez még mindig jobb, mint az, ami ezen a képen van. De azért sajnos az orvosi körbe került pszichiátriának is meg kell küzdeni azzal a szörnyű teherrel, szörnyű árnyékkal, hogy tovább vitte, sok helyen tovább viszi az erőszak, a korlátozás és az embertelenség kultúráját. Ezek a képek nem 100 évvel ezelőtt készültek, hanem Léros szigetén 1990-ben derült az ki, hogy a görög mentális ellátás során egy szigeten hát tárolják azokat az embereket, akik feleslegesek, akik krónikus mentális problémával élnek, és akik egyébként nem kapták meg a hatékony és emberséges kezelési lehetőségeket és rehabilitációs lehetőségeket, és hát ilyen viszonyok között mondhatni, hogy deportálva
koncentrációs tábor körülményei között élnek, éltek, mert azóta Léros bezárták, de ez egy nagyon nagy árnyék a pszichiátrián, és amikor a leghumánusabban is dolgozunk, azért akkor is ott van az, hogy van egy olyan pont, amikor a legkedvesebb és legaranyosabb orvos is esetleg azt mondja, hogy tudja, nekem most jogom van önre egy rendőrt, mentőt hívni, és beszállítatni önt egy zárt osztályra. És ennek a momentumnak, ennek a rendészeti momentumnak az árnyéka nagyon sok ponton megterheli a mi szakmánkat. Ahogy Torezini doktor mondta közelmúltban egy előadáson, ahol az erőszak gondolata megvan, lehetősége megvan, hogy nagyon sokszor ez rövidre záródik. Én azt hiszem, hogy ebben sok igazság van, és hát ez az egyik olyan pont, amivel szembe kell nézni, és aminek a megoldása nem egyszerű. Na hát, mindenesetre, ha tovább megyünk, azt lehet mondani, hogy a klasszikus pszichiátria válsága nyilvánvaló. A pszichiátria klasszikus építményének minden pillére megingott, és ez a négy pillér, a betegség fogalma, az orvos dominanciája, a kórház és a gyógyszer. Tehát magyarán ez az orvosi paradigma, biomedikális paradigma hát megingását mutatja. És hát a Lipót, ami itt a képen van, bezárása is valahol ennek a válságnak az egyik jele, és maga a Lipót is ezt a négy pillért nagyon erőteljesen képviselte. Hogy is van ez a megingás, ebben próbálunk most több nézőpontot is fölvetni, mert amikor egy szakma válságban van, akkor nagyon jó, hogyha visszamegyünk a kezdetekhez, és azt mondjuk, hogy nézzük meg, hogy a különböző tudományfilozófiai megközelítések hogyan segítenek itt a mi új identitásunk meghatározásában. Nos, hát szeretném megkérdezni, hogy az a nézőpont, hogy a mentális problémák hátterében agyi biokémiai eltérések állnak, vajon milyen megközelítésre jellemző, ki mit gondol? Hát az a baj, hogy így nem hallom. Pszichológiai? Nem annyira, ugye? Hát valamire. Mondjuk természettudományos, az úgy jobb. Természetfilozófiai, természettudományos megközelítés. Ugye itt arról van szó, hogy azok a magyarázatok, amit ebben a rendszerben gondolunk, azok tulajdonképpen belső biológiai törvények magyarázatait adják. És ez egy nagyon domináns nézőpont ma is a pszichiátriában. Ugye volt egy évtized, amit az agy évtizedének hívtunk, és ami ennek a biomedikális megközelítésnek egy nagyon nagy fellendülését jelentette. Na hát más nézőpontok is vannak. József Attila írta, én itt a szenvedés belül, ám ott kívül a magyarázat. Sebed a világ, ég, hevős, te lelkedet érzed a lázat. Na akkor ez most milyen megközelítés lehet? El fog menni az idő. Hát valószínűleg ez nem biológiai, nem, hanem inkább mondjuk szellemtudományos, pszichológiai, valami ilyesmi társadalomtudományos megközelítés, amire az a jellemző, hogy inkább azt keressük, hogy nem azokat a magyarázatokat, amik a törvények magyarázatai, hanem inkább a megértés felől közelítünk, hogy megértsük a külső és a belső kölcsönhatását, és megértsük azokat a motivációkat, amik egy embert vezetnek, és azokat a hatásokat, amik őt érik. Tehát ez egy azért elég más megközelítés. Nem mindegy, hogy egy problémás viselkedésről azt gondoljuk, hogy ez egy biokémiai zavar az agyban. Volt egyszer egy ilyen külföldi család, aki hozzám jöttek, és borzalmas konfliktus volt a házaspár között, és akkor azt mondta a feleség, hogy azért hívtam pszichiátert, mert biokémiai imbalansz, hogy chemical imbalansz van a férjem agyában, és hát én inkább azt mondtam volna, hogy egy szörnyűséges kapcsolatuk van. Ugye ez két különböző nézőpont, és ez elég fontos, mert szükségünk van ezekre a különböző nézőpontokra. Van még valami nézőpont, ilyen tudományfilozófiailag?
Szerintem találhatunk ilyet. Hát ugye az egzisztencializmus az azért arról nevezetes, hogy elutasítja tulajdonképpen ezeket a tipizálható törvényszerűségeket, és inkább az egyedit hangsúlyozza, és hát azért ezt is lehetett tipizálni ugye a pszichológiában, hiszen Rogers személyközpontú megközelítése azért mégiscsak bizonyos tipizálást tartalmaz, de alapvetően a személyes felépülését és önálló növekedését segíti. Na hát mondhatjuk, hogy ugye a természettudományos paradigma igazából az orvosi megközelítést jellemzi, a szellemtudományos inkább a pszichoterápiás megközelítések nagy részét, a szociológiai megközelítéseket, és hát az egzisztencialista nézőpont is játszik. Na, mit is fogunk akkor kezdeni ezekkel a nézőpontokkal? Hát nézzük a biomedikálisat. Úgy tűnik, hogy a pszichiátria hagyományosan ugye az orvostudomány részeként jött létre. Ez egy nagy teljesítmény volt, hiszen most is lépten nyomon kilógunk azért az orvostudományból, és hát ennek a megközelítésnek az alapja az, hogy bekerülhessen a pszichiátria az orvoslás körébe, az a betegségek definíciója és osztályozása. És hát úgy néz ki, hogy ugye ezt Kraepelin, Bleuler és sok-sok nagy pszichiáter egy csodálatos romantikus korszakban, a 19. században keresték azt, hogy hogyan lehet a tüneteket leírni, csoportosítani, és hogyan lehet a tipizálást elősegítő tényezőket összegyűjteni. És hát sajnos azt lehet mondani, hogy ez a gyönyörű romantikus korszak a medicinának, ahol gyakorlatilag minden orvosi ág ezt kereste, de a többiek úgy megtalálták, tehát a TBC-t kutatók, azok megtalálták a kokbaktériumot. Akkoriban a pszichiáterek is állandóan keresték ezt az okot, ami majd megoldja a problémát, de mi még ma is keressük. És hát nem annyira sikerült megtalálni. Igaziból azt lehet mondani, hogy a pszichiátriai diagnosztika nem elég valid. Orvosi, tudományos szempontból nem elég megalapozott, hiszen nem lehet jól elkülöníteni a mentális zavarok diagnózisaival jellemezhető embereket a normál populációtól. Nem lehet jól elkülöníteni a mentális problémákat egymástól. Eltérőek a lefolyási típusok, változó a korkimenetel, és nem nagyon van olyan laboratóriumi vagy más technológiai vizsgálat, technikai vizsgálat, amivel hát azt mondjuk, hogy bizonyítható egy pszichiátriai diagnózis. És hát ugye a diagnózisok kategória rendszerekre alapozottak leginkább, miközben úgy tűnik, hogy ez az egész inkább ilyen a káosz és a hálózat elméletek világát idézi, ahol hát nem nagyon tudunk kategórikus megközelítéssel igazi emberi problémákat megfogni. Ez egy komoly baj, és nagyon sok baj származik is belőle. Most jelenik meg a DSM-5, itt is van egy az én táskámban, az első magyar fordítás, ami ugye azt szokták mondani, hogy a pszichiátria bibliája, ami az Amerikai Egyesült Államokban nagyon nagy erőkkel készülő és mindig megújuló diagnosztikus rendszer. Szegény DSM-5 úgy néz ki, hogy már akkor megbukott, mikor még meg se jelent. Ahhoz képest sokkal jobb egyébként, mint amit én gondoltam a előszeléből. És hát az NIMH, az ugye az Amerikai Pszichiátriai Intézet, ami azért egy kicsit nagyobb, mint a magyar. Ennek az igazgatója mindjárt azzal harangozta be ezt a DSM-5-öt, hogy hát a tudományos validitás hiányától szenved. Elég kínos, de azért jobb ezzel szembenézni, és tovább menni azon, hogy hát hogy is vagyunk ezekre a diagnózisokkal. Ugye a leginkább ilyen pszichiátriai betegségnek tekintett legsúlyosabb, legkevésbé pszichológiailag megközelíthetőnek gondolt betegség a pszichózis és a szkizofrénia, és hát azt szoktuk tanítani, hogy ugye a lakosság 0,1%-a szenved szkizofréniában. Ennél azért jóval kevesebb az, akiket kezelünk, úgyhogy az is fontos dolog, hogy vannak ennek nagyon enyhe lefolyási formái is. És ehhez képest ez a Fanos nevű úr, aki egy zseniális ember, megnézte,
hogy milyen gyakran vannak pszichotikus tapasztalatok, élmények úgy a lakosság körében. Én azt gondolom, hogy így végig gondoljuk mondjuk a szomszédainkat, vagy a barátainkat. Én mindig szoktam emlegetni, hogy én egy ilyen viszonylag jó helyen egy budai villában lakom, és nálunk hát olyan 75%-os a mentális érintettség. Azt nem mondom meg, hogy ebben én hány százalékkal szerepelek. Szóval megnézte Fanosz, és hát azt mondja, hogy a fejlődés során átélt pszichotikus tapasztalatok előfordulása, mint egy 5%. Hát ez sokkal nagyobb, mint az a százalék, amit betegségként azonosítunk. És hogy akkor ezeknek 75-90%-a tulajdonképpen átmeneti jelenség, és a pszichotikus tapasztalatok akkor maradnak fenntartósan, akkor emelkednek klinikai szintre és okoznak károsodást, ha a személy környezeti kockázatoknak van kitéve. Hát eddig ezt nem így gondoltuk, a hagyományos orvosi paradigmában azt gondoltuk, hogy itt a dopaminnal van a zűr, ugye? És hogy ez a környezettel szoros kapcsolatban van, ezt mondjuk így nem annyira feltételeztük sokáig, vagy nem eléggé feltételeztük. Ha megnézzük, akkor úgy néz ki, hogy a gyermekkori trauma itt ugyanolyan szerepet játszik, mint a neurózisok esetében, hogy a cannabis, a társadalmi hátrányok, például etnikai kisebbséghez tartozás, a stigma, a diszkrimináció, és maga az urbanizáció megnöveli a sérülékenyebb egyének kockázatát a szkizofréniával kapcsolatban. Teljes, nagyon nagy mértékben. Még olyan összefüggést is találtak, hogy az amszterdami fekete bevándorló kockázata az körülbelül duplája, de ha a szomszédban van neki hasonló ember, és esténként együtt dobolnak, mondjuk a cikkben nem így volt leírva, csak én így képzeltem el. Szóval van egy kis közösség, ahol ő otthon érzi magát, ahol a kultúrája nem idegen, akkor ez a kockázat csökken. Tehát azzal kell találkoznunk, hogy a környezet az meghatározó abban, hogy ki lesz igaziból beteg, ki kapja meg a homlokára ezt a címkét. És Fanosz arrafelé is nagy lépéseket tett, hogy kimutassa sok más egyébként biológiai, biomedikális kutatóval együtt, hogy a gének és a környezet az nem egyszerűen mechanikusan hatnak egymásra, hanem folyamatos interakcióban írják, tehát a környezet beírja magát a génjeinkbe, és így módon aktív szerepet játszik abban, hogy a mi belső vulnerabilitásunk, kitettségünk egy mentális zavarnak fokozódik. Ezt hívják gén-környezet-kölcsönhatásnak, amit érdemes olvasgatni, mert a legvastagabb biológiai kutatások a szociálpszichiátriát igazolják vissza, vagy a szociológiát igazolják vissza. Nos, hát itt ugye az a probléma, hogyha ezt elfogadjuk, hogy a környezeti ártalmak hozzájárulnak ahhoz, hogy valaki beteg lesz, akkor azt is kell látnunk, hogy azok a fajta körülmények és intézmények, amikben, hát, hogy mondjam, segítünk idézőjelben, azok is olyan tényezőket hordozhatnak, amik beteggé teszik az embert. Ugye ezek az arcok, alakok, ez a két ember, nagy pszichiátri intézmények lakója, olyan intézménye, amiről Goffman leírta a totális társadalmak intézmények kultúráját, és hát azt kell mondjam, hogy amit látunk, az ennek a hatásnak, meg valamiféle mentális problémának a közös eredője. Ha másképp dolgozunk, és ezeket az intézményes, méltánytalan bánásmóddal, embertelenséggel együtt járó ártalmakat megpróbáljuk kivonni, vagy éppen humanizmussal behelyettesíteni, nem látunk olyan beteget, aki ilyen arccal áll, aki zombivá válik. És hát ez azért kínos, mert ez azt jelenti, hogy mi, mint segítők, a segítő szándékunkkal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy valaki beteg legyen, vagy az maradjon. Remélem, ez követhető, de ha nem, akkor még lehet rajta egy kicsit gondolkodni, amíg megnézzük ezt a filmet. Excuse me, miss. Do you think it might be possible to turn that music down so maybe a couple of the boys could talk? That music is for everyone, Mr. McMurphy. Yeah, I know, but you think we might ease it down a little bit so maybe the boys didn't have to shout? Huh?
What you probably don't realize is that we have a lot of old men on this ward who couldn't hear the music if we turned it lower. That music is all they have. Your hand is staining my window. Sorry, ma'am. Mr. McMurphy, your medication. What's in the horse pill? It's just medicine. It's good for you. Yeah, but I don't like the idea of taking something if I don't know what it is. Don't get upset, Mr. McMurphy. I'm not getting upset, Miss Pilbo. It's just that I don't want anyone to try and slip me saltpeter. It's all right, Nurse Pilbo. If Mr. McMurphy doesn't want to take his medication orally, I'm sure we can arrange that he can have it some other way. But I don't think you'd like it, Mr. McMurphy. You'd like it, wouldn't you? Well, give it to me. Good. Very good. Yummy. Na hát megidéztük ezt a világot, és itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem kell ahhoz, hogy mondjam, mesztelenül az ágy alatt kuporogni, mint a Léroszi képeken, hogy az embertelenség létrejöjjön. Tehát a legkedvesebb mosoly és a legRogersibbnek gondolt terápiás helyzet mögött is gyakran tudunk ilyen embertelenséget létrehozni, és hogy ez most egy meghatározó szempont, azt gondolom egyfajta szellemtudományos meg egzisztencialista nézőpont, amit a pszichiátria jövőbeli új fejlődésében figyelembe kell vennünk. És hát akkor ugye azt mondhatjuk, hogy amit az előbb már említettem, hogy ezek az embertelen hatások ártalmas környezeti faktorokat teremtetnek, amelyek lényegében a beteggé válást és a betegnek maradást elősegítik. Van egy kutatás is erről, amiben én is részt vettem, és ott 700, talán 20-valahány szkizofréniával élő ember azt mondta, hogy a pszichiátriai szolgáltatásokat 38%-ban érzik megbélyegzőnek, szemben a többi orvossal, amit csak 17%-ban, de azért az is elég sok. És ebből meg is érthetjük azt, hogy miért kell figyelnünk arra, hogy a mentális problémával élő emberek azt mondják, hogy hagyjanak minket békén, és emancipációs mozgalmakat indítanak, és azt mondják, hogy mi a pszichiátria ellenére is fel tudunk épülni. És ez egy annyira fontos dolog, hogy az ENSZ is tulajdonképpen magáévá tette ezt a nézőpontot, és az új fogyatékos jogi törvény, amit Magyarország is elfogadott, gyakorlatilag betiltja mindenfajta korlátozás és erőszak alkalmazását a mentális betegek ellátásában. Ez nem lesz az egyszerű dolog, ez azt jelenti, hogy a rendőrség felé mozdítja el azokat a helyzeteket, amik nem kezelhetőek önkéntesen. Nos, hát egy következő botrány így a pszichiátria körül, az tulajdonképpen a medikalizáció, ami azt jelenti, hogy hát tulajdonképpen így gyarmatosítjuk a társadalmat a pszichiátriában, hiszen egyre több mentális zavar van. Ugye a különböző új diagnosztikus rendszerek mindig többet találnak ki, és ugye azt mondja ez a könyv is, amit Whitaker írt, hogy az Egyesült Államokban megháromszorozódott a mentális zavarral élők száma az utóbbi két évtizedben, és ha jól tudom, minden ötödik gyereknek van már valamilyen ADHD, vagy valami hasonló diagnózisa, vagy diszlexiája, és hát ugye érthető azért ez azért nincs rendben, és ha összerakjuk azzal, hogy a pszichiátriai diagnózisoknak ugye megbízhatósági, validitási problémája van, akkor ez így különösen kínos fejlemény, amivel valamit kellene kezdeni. A British Journal of Psychiatry, ez egy nagyon előkelő lap, ahol egy editoriál, egy szerkesztőségi közlemény jelent meg arról, hogy hát hogy lehetne ezt a válsághelyzetet értelmezni, és hogy lehetne ebből kimászni. Valami 20 vagy mennyi szerző jegyzi ezt a cikket, és nem véletlenül, hogy csak együtt merték publikálni, mert olyan érdekeltségekkel mentek szembe, amit ugye egy ember tapasztalatban mondom, nem nagyon jó, ha fölvállal egyedül.
És hát két fontos gondolat ebből a cikkből. A pszichiátria technológiai paradigmája abból indul ki, hogy a mentális problémákat meg lehet ugyanúgy érteni, mint a vese vagy a máj működését. Mindez a hétköznapi élet medikalizációjához vezet, és nagy teret enged az iparnak. Márhogy a gyógyszeriparra gondol itt a sok szerző, ami a világon a legnyereségesebb iparág volt az agy évtizedében. Ez az akadémiai pszichiátria korrumpálódásához és hitelvesztéséhez is vezetett. Gondoltam, nem rakok be már ide olyan cikkeket, ahol azt ecsetelik, hogy a döntéshozó pszichiáterek milyen pénzt kapnak az ipartól, és hogy tulajdonképpen nem nagyon van független döntés a pszichiátriában, sőt képzés sem. Tehát tulajdonképpen ez a medicina másságaira is azért részben vonatkozik, talán nem ennyire, mert ott nincs ennyi, hogy mondjam, bizonytalanság, mint a pszichiátriában. De van egy olyan lap, a PLOS Medicine, vagy PLOS, biztos így kell ejteni, ahol független, egy ilyen számizdát orvosi lap, ami független kutatásokat terjeszt, és tessék megnézni, az interneten lehet olvasni, semmelyik egyetemi könyvtár nem tartalmazza ezt, mert ez egy ellenzéki orvosi lap, ahol egyébként nem csak a mentális problémákról, hanem például a prostatarák szűrés feleslegességéről is publikálnak. Nos, hát mit javasolnak ezek a szerzők a British Journal of Psychiatry-n? Hát nyilván, hogy túl kell lépni a technológiai paradigmán, és meg kell nézni, mik a felépülés, a hatékony segítés tényezői. És hát ezt legjobban valószínűleg a betegektől tudhatjuk meg. És itt van egy olyan nyitás, ahol találkozik ez a fajta reform pszichiátria a betegek emancipációs mozgalmaival. Ilyen például a Hearing Voices Movement, ahol a hanghallással élő emberek önsegítő alapon néhány szakember segítségével egy elég hatékony gyógyító, öngyógyító módszertant fejlesztettek ki, és erre kongresszusokat is szerveznek. És itt azon a képen, ahol nagyon nem lehet látni, hogy kik vannak, az a magyarországi első hanghalló csoportnak egy kirándulása, ahol a Svédországból itt telelő madarakat figyeltük meg együtt az Óbudai szigeten. Én is ott vagyok köztük, és erre nagyon büszke vagyok, mert ez például egy olyan dolog, ami paradigmaváltás. Mert itt olyan emberek vannak, akiket eddig skizofrénnek hívtunk, és ők azt mondják, hogy a mi élményeink valós emberi élmények, amiknek értelme van. És mi elutasítjuk ezt. Van egy saját név is, Goamának hívják azt, amit mi skizofréniás pszichózisnak hívunk. Ez egy rövidítés, ha valakit érdekel, jöjjön el, mert csoport nyitott, és lehet itt paradigmaváltást tanulni. Nos, hát a felépülésről beszéltünk, és hát igazából a felépülés fogalma abból indult ki, hogy a betegek emancipációs elképzelései szerint felépüléshez nem kell gyógyulás feltétlenül. Lehetünk úgyis teljes életet élő emberek, ha a tüneteink esetleg még megvannak, és ezzel szemben a remény, az értelmes élet, a kompetencia, a döntés és az irányítás az életem felett, ezek a felépülés értékek, amit a gyógyulás vagy a tünetmentesség helyére állítanak sokan. Én azt mondom, hogy józan szakember szemmel mondjuk inkább mellé állítunk, vagy a felépülés szolgálatába állíthatjuk azt a néhány módszert, amivel segíthetünk a úgynevezett tüneteket megszüntetni. És hát ha megnézzük, hogy mit tartanak fontosnak a betegek, itt az Egyesült Államokban kialakult ilyen klubház mozgalom, a Fountain House betegeinek a missziós nyilatkozatát látjuk, amely kihangsúlyozza, hogy jogunk van egy helyhez, ahova jöhetünk, az értelmes munkához és kapcsolatokhoz, és egy helyhez, ahova visszajöhetünk. És látjuk itt az arcokon, mert úgy gondolom, hogy az arcokon, a szemeken és a testtartásokon mindig látni a felépülés állását. Hogy elég belenézni egy szempárba, és fogjuk érteni, hogy hogy áll ez a dolog. Egy másik fontos dolog, hogy ezeket az intézményeket sokan azt mondják, hogy egyenesen el kell pusztítani, és hogy minden, ami nagy és sárga és kapuja van meg kerítése, az árt. És hát ez tulajdonképpen a közösségi pszichiátria filozófiája is, amivel a mi alapítványunk is dolgozik, hogy
Hát ha valaki eljön a Kávária téren, azt szoktam mondani, amikor feljön egy beteg, hogy tessék, környező, van ott egy Róma Kávária téren, mi ott dolgozunk, de ez nem olyan nagy baj, mert tulajdonképpen nem az a fontos, hogy szép legyen az épület. Ne akarjon oda ott maradni senki. Inkább majd mi kimegyünk az emberekhez, mint a házi orvos vagy a védőnő. És hát ezt a fajta nagyból a kicsibe és az embertelenből az emberségesbe, a szükséglet alapúba, ez a közösségi pszichiátria. Látunk itt egy fényképet egy asszonyról, aki Albániában kapott egy ilyen lehetőséget. És hát majdnem búcsúzóul. It's so good to see you. What brings you back to Princeton? John. John, I'm sorry, but you have to tell him. Tell him you're a genius. You're a genius, John! Tell him your work is critical. John, please! Is there any chance that you could ignore what I just did? Of course, what are old friends for? Is that what we are, Martin? Friends? John, of course. Of course, we always have been. Alicia and I think that fitting in, being part of a community, might do me some good. At a certain level of attachment, familiar places, familiar people, might help me elbow out these certain delusions that I have. Csodálatos elme, biztos mindenki felismerte, és azt gondolom, hogy ez teljesen reális, meg ennél még jobbakat is el tudunk érni, hiszen azok, akik átélték a pszichózist, vagy a goámát, ahogy a mi hangkaló csoportunk ezt mondja, meg tudják ezt tanulni, hogy lehet, hogy valami mást is lehetne, és ahhoz bizonyos dolgokat másképp kell fölfogni. És ebben tudunk hatékony pszichoszociális eszköztárral nagyon jól segíteni. De a lényeg az, hogy és a Nash professzor erről beszélt, amikor átvette a Nobel-díjat, aki ugye ennek a filmnek a főszereplője élőben, hogy tulajdonképpen azért tudott lejönni a pszichózisról, ami az ő számára egy kozmikus élmény volt, a kozmosszal való találkozás, mert újra kutathatott, mert újra visszafogadta a tudományos közösség. És ezt minden nap látjuk a munkánk során, hogyha nincs a hétköznapi valóságban egy választható és reményt adó és értelmes alternatíva, akkor a goamába érdemes inkább maradni. Nos, hát a utolsó gondolatok egyike, hogy a pszichiátriának azt a fajta önbizalmát is kicsit le kell adni, hogy mindenre magyarázatot tud adni. Mert úgy néz ki, hogy a különböző kultúrák egész más magyarázatokat adhatnak olyan jelenségekre, amiket mondjuk egy nyugat-európai kultúrán nevelkedett pszichiáter tünetnek gondol. És ma már ebből nőtt ki a transzkulturális pszichiátria, vagy etnopszichiátria, ami már nem akarja azt, hogy mindenki elfogadja azt, amit mi gondolunk, hanem azt mondja, hogy hát sokféle nézőpont és magyarázat van arra, hogy például a halott rokonok reggelente megjelennek egy kép formájában, és elmondják, hogy mi lesz a családdal. Ezt ne gondoljuk, hogy erre csak a pszichiátriai magyarázat lehet valid, hanem fölajánljuk, hogy mi ehhez értünk, és ez is egy lehetséges magyarázat, és tulajdonképpen a kliens, a beteg, a család dönti el, hogy akarja a mi magyarázatunkat. Nekem ez egy nagyon szimpatikus nézőpont, és azt gondolom, hogy értelme is van. Magyarországon is egész más kultúrákat lehet látni, és például ez a Kusturica filmes kultúra, roma kultúra, ez nagyon is sokszor megjelenik a rendelőben. Persze nem akkor, amikor van egy időpont, mert ez is egész másképp működik. És hát az záró gondolat, hogy tulajdonképpen a pszichiátria új szakmai identitásának minden tudományfilozófiai megközelítésre szüksége van. Szóval az a fura helyzet, hogy egymásnak némileg ellentmondó megközelítéseket kell egyszerre használnunk ahhoz, hogy jól dolgozhassunk.
És első helyre kell tenni ezt a humanizmust és a személyes felépülést, és azt, hogy megértsük, hogy a hippokrátészi eskünek az a része, hogy ne álts, ezt nekünk minden nap, minden órában meg kell magunkon figyelni, mert rengeteg ártalmas hatást képviselünk a gyógyítás során. Aztán egy másik fontos dolog, hogy az érték, ugye itt a felépülés, a humanizmus, és ez nem csak a személyes kapcsolatban fontos, hanem a szervezetben is. Nem lehet humanizmus egy terápiában, hogyha a portás leordítja a fejét a páciensnek a kapunál. Szóval, hogy ezek az értékek és a hatékony orvosi, pszichológiai, szociális eszköztár, ezek mind együtt fontosak, és egymást nyilván erősítik. Hogy át kell adjuk a stafétabotot a felhasználóknak, vagyis a betegeinknek, akik valószínűleg, hogy jobban meg tudják mondani, hogy hogyan kell őket gyógyítani. És ez megjelenik abban, hogy mondjuk nálunk egy terápiás terv, az ott kezdődik, hogy ön mit szeretne az életében elérni, és nem ott kezdődik, hogy tetszik-e szorongani. Hogy megkérdezzük, hogy mit szeretne elérni, és azt is megnézzük, hogy mi az akadálya most ennek, és mi ahhoz ajánljuk fel azt a segítő eszköztárat, ami ezeket az akadályokat áthidalja. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a beteg vezeti a mi segítő munkánkat. Hát ha ezt jól csináljuk, mert ezt is nagyon el lehet rontani. De más területen is ma az a divat, hogy lássuk azt be, hogy a segítők mintegy fele szintén érintett, szerintem több, de ennyien vallották be ebbe a kutatásba, és hát a betegeink meg nagyon sokszor tudnak segítők lenni, hiszen a saját tapasztalatukból segítenek. Nálunk ezt a hankaló csoportot egy édesapa és két szkizofréniával élő fiatalember vezeti, és a pszichiáterek meg a pszichológusok tanulják tőlük ezt a módszertant. De ezt se egyszerű megcsinálni, de így kellene dolgozni. Ha teambe ott ül mellettem valaki, aki felhasználó, mentális problémával élő ember, már nem úgy fogok beszélni a többi betegről. A kulturális nyitottság, és alapvetően ez a fajta önkritikusság, a szakma önkritikussága szerintem nagyon fontos, mert valahogy az egy nagyon rossz út, amikor próbáljuk mindezeket a válságokat elkenni, és elfedni, és egyfajta sikerpropagandát képviselni, ami szerintem ma még a magyarországi pszichiátria kommunikációjában domináns, és hát ezzel iszonyú sok bajt okozunk, akár ha kinyitjuk az internetet, hát 10-szeres érdeklődés van Szendi Gábor vagy Feldmár András iránt, mint mondjuk a pszichiátria mindennapos munkásainak elképzelése iránt. És hát végül is ez a kép itt, amit ennek a vírusklubnak a szerkesztői választottak, azt hiszem nagyon jó kép, mert jó, ha mi is így gondolkodunk, hogy egyszerre látjuk a racionális, biológiai, kémiai világot ezen a területen, látjuk a civilizációt és a rendet, és látjuk a rendetlenséget és a káoszt, és egyszer ezt a sokféle nézőpontot tudjuk egy ember arcában, lelkében, agyában megtalálni. Köszönöm a figyelmüket!